A Moldovai Köztársaságban ma zajlik az Európai Politikai Közösség második csúcs találkozója, amelyen Klaus Johannis államfő is részt vesz. Az államfő üdvözölte a Kisinau vezetés erőfeszítéseit az uniós integrációhoz szükséges reformfolyamat irányításában, valamint a stabilitás és az ellenálló képesség aláásására irányuló hibrid fenyegetések elleni küzdelemben. A Moldovai Köztársaságban zajlik az Európai Politikai Közösség második csúcs találkozója, amelyen az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökei, illetve 47 állam és kormányfő, köztük Klaus Johannis vesz részt. Az ukrán határtól mindössze 20 kilométerre a bulbakái Mimikastélyban zajló esemény plenáris ülésén az államelnök kifejtette, hogy a Moldovai Köztársaság által szervezett csúcs találkozó jól példázza az ország európai elhivatottságát, az Európai Unióhoz való csatlakozása érdekében tett reform törekvések komolyságát, és azt is bizonyítja, hogy a figyelem az egész keleti szomszédságra és a Fekete-tengeri régióra összpontosul. Megerősítette ugyanakkor, hogy Románia teljes mértékben támogatja a Moldovai Köztársaságot. Románia döntő támogatást nyújtott a kihívások kezeléséhez, többek között a reform folyamat felgyorsításához szükséges szakértelem biztosításával, továbbá jelentős pénzügyi támogatással. A támogatás további konkrét példája a Románia által Franciaországgal és Németországgal közösen indított, a Moldovai Köztársaságot támogató platform, az Európai Unió által elfogadott új szankciórendszer az állam stabilitása ellen fellépő személyek első jegyzékbe vételével, valamint a Moldovai Köztársaságban működő új uniós partnerségi misszió további konkrét példája a támogatásunknak. Hozzátette, egyre inkább tudatában kell lennünk azoknak a geostratégiai kihívásoknak, amelyeknek Ukrajna és Moldova köztársaság ki van téve. Ezek az országok a demokrácia útját választották függetlenségük, szuverenitásuk és területi integritásuk érdekében, és felvállalták azokat az értékeket, amelyek mindig alapját képezték a szabadságért és demokráciáért folyó harcnak. A csúcs találkozónak határozottan meg kell erősítenie, hogy támogatjuk Ukrajnát és polgárait az orosz agresszió legyőzésében, és kifejezésre kell juttatni, hogy az európai államok közösen képesek előmozdítani a békét, a stabilitást és a demokráciát úgy Európában, mint annak határain kívül is, szögezte le a román államfő. Az EPK létrehozását Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezte annak érdekében, hogy az időszerű politikai kérdéseket az Európai Uniónál szélesebb körben kötetlenül és rugalmasan vitathassák meg, és lehetővé tegyék az EU tagállamok szorosabb együttműködését a szervezeten kívüli országokkal. A moldovai csúcson jelen van Vladimir Zelenszky, ukrán elnök is, de az Oroszországhoz közeli államok képviselői is, mint Örményország, Azerbajdzsán vagy Szerbia. Recep Tayyip Erdogan török államfő egy nappal előtte jelentette be, hogy mégsem utazik el a találkozóra. Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a csúcson leszögezte, a találkozó egyik célja a nemzetközi jog tiszteletben tartása melletti egység kinyilvánítása. Oroszország kizárta magát az európai politikai közösségből azzal, hogy megtámadta Ukrajnát, mondta.